Üdvözlöm Önöket! Velünk tartanak egy virtuális sétára. Bemutatjuk Önöknek Győr város részeit, megismerjük híres és kevésbé híres győriek életét. Most jöjjenek velünk Nádorvárosba! Nádorváros egyik csendes részén találkozunk Bana Józseffel, a Városi Levéltár igazgatójával. Ha már egyszer ezt a szép kis templomot, evangélikus templomot és ennek kertjét választottuk beszélgetésünk helyszínéül, essen néhány szó először a templomról. A belváros esetében jó darabig az volt a kiinduló pont, hogy csak a Római Katolikus Egyház építhet templomot, és hát ismeretes az, hogy minden, ami ezen kívül, vagy az vagy Újvárosban, vagy valahol máshol épülhetett. És hát a evangélikusoknak ugye a központja az érthetően Újváros eleje, Rát Mátyáshoz és az ottani tömbhöz csakódóan, és ennek a megépülte is az van, hogy a vallásnak megfelelően terjedésével hát kellett egy templom, és hát itt ezen a részen épült. Nádorvároson még annyit kell tudnunk az, hogy maga ugye a elnevezés is a magában a nádori szóból ered. A 19. században általában szentekről kaptak utcaneveket vagy városrészeket, és volt nálunk is ilyen, hogy Lipót városrész, vagy például a belvárosnak egy pici részét, például Ferenc József keresztelték ám. Ez a nádor, ez megmaradt, mint utcanév. Maga a poszt az utoljára azt mondjuk a szabadsághoz, a merült fel, és István nádor után már a nádort nem választottak, de magát a posztot érdekesen nem számolták fel, érdekes módon a cikkelyek megmaradtak. Ez azért fontos, mert a jelentőségét úgy mondanám, hogy maga a nádori szónak a jelentőség, hogy ez az uralkodó után követő a legnagyobb magyar méltóság. Tehát emiatt ez egy, mindenképpen egy érdekes elnevezés, és talán azért, mert hogy nem egy konkrét személyről van elnevezve, mint József nádor, István nádor, ez így meg is maradt, tehát ebben nem láttak különösebb ilyen politikai rációt. És hát annyit kell tudni erről a városrészről, hogy elsősorban a 18. században jött ez így létre, és egy olyan időszakban, amikor a Győr a közvetítő, abban a kereskedelmek ott a központja. Fénykorát majdnem azt mondom, hogy a reformkorban élte, meg még kicsit a bakkorszakban, és a anyatlás évei azok pedig a kiegyezés körüli időszakra tehető, ez közel 30-40 év. És tehát akik itt laktak, azok elsősorban iparosok, kereskedők, sőt létezett itt éppen a földolgozással a malom is, a malomipar, a bakmalomra gondolok, aminek aztán volt egy legendás, sajnos tűz általi földgyújtatása is, tehát sok minden legendák kötődnek ehhez a városrészhez, és a legfontosabb az, hogy Győrváros iparos társadalma többségében itt települt le, a kezdeti gyáralapítások is ehhez a városrészhez kötődnek, hiszen magát a várost, a belvárost ezt már nagyon régen kiízták, tehát ez volt az, ami egy korai polgári korszakban megvalósulhatott, és még nagyon jó, rejentős beruházások folytak a 19. század utolsó részén, 20. század elején, amikor a városnak a vagyonosodása ezt lehetővé tette, hogy ezt a részt is egyre inkább fölzárkóztassák. A Lichtenmayer és a Lomnitz utca sarkán találkozunk Kovács Tamás képviselő úrral. Nagyon szép, nagyon csendes, nyugodt övezet, de mégis itt a háttérben nem sokára ugye felújítások zajlanak majd. Igen, azért hadd kezdjem ott, hogy Nádorváros azért változatos képet mutat. Tehát van egyrészt itt, ahol állunk most, egy ilyen csendesebb, családi házas, kisebb utcácskák, és közvetlenül mellette azért ott vannak a többnyire 60-as, 70-es években épült társasházak is, melyeknek tényleg, ahogy említetted, hamarosan a felújítása megindul. Ugye a panelprogram már eddig is működött itt a városrészben. Tehát ha megnézitek, biztos, hogy fogtok találni, lehet, hogy fel is vesztek a Magyar utcában, illetve a Szent Imre úton egy-egy olyan szépen megújult házat. És tavaly miniszterasszony, mikor itt Győrben járt, ő jelentette be, hogy a panelprogram idén is folytatódik, és körülbelül szerintem 100 méterre állunk attól a lakótömbtől, ami több mint 110 lakást tartalmaz. 70-es évek elején épült, és hamarosan elindul a hőszigetelés, azért tudom, milyen pontosan, mert ott lakom.
és ott is nőttem fel. Képviselő, mi az, ami még változik, illetve változott, hogyha egy picikét a múltba révedünk, akkor mi történt mostanság? Ugye azt azért mindenképpen elmondanám, hogy amit említettem, hogy különböző problémák vannak onnantól, hogyha kis családi házas utcácskákról beszélünk, vagy a panelházas részről. A családi házas övezetben, kis utcácskákban főleg az utakkal volt probléma. Tehát ezek jó 40 évvel ezelőtt épültek meg, igazából csak a felújításuk nem történt, csak kisebb javítások. Az előző ciklusban indítottunk el egy lakóutca programot, melynek keretében itt nagyon közel hozzánk megújult a Rómer Flóris utca, a Leiningen utca, a Hajdú utca, a Gomba utca, és hát ti is vettétek és közvetítettétek is, hogy nem olyan régen, talán egy hónapja adtuk át a Nagy Imre szervizutat is. Park is tartozik a képviselő úr körzetébe, ez az Erzsébet ligetre is gondolok elsősorban. Megújult, szép lett, karbantartási munkálatok is zajlanak, folyamatosan gondolok. Folyamatosan szépítjük, tehát igazából most már én is csak ilyen átmenő forgalom vagyok az Erzsébet ligetben, de gyerekként sokat jártunk ide, nyáron szerintem a legjobb hűsölőhely. Ősszel ugye itt lehet gesztenyét gyűjteni, és télen pedig nagyokat hógolyozni. Most már inkább, ahogy említettem, csak én is átmegyek, megnézem, hogy állnak azok a munkák, amiket tényleg folyamatosan csinálunk. Padokat cseréltünk, járdákat építettünk ki, játszótér épült, és azt gondolom, hogy folyamatosan figyeli a Győrszol azt, hogy rendben legyen, tényleg a Kressz Parkot lehessen használni, ami megújult nem olyan rég, illetve a világítást is megújítottuk szerintem egy éve talán. Képviselő úr, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és további jó munkát kívánunk önnek. Köszönöm szépen a találkozást. Ha valaki nem ismerné fel a helyszínt, Nádorvárosban vagyunk, Vásárcsarnokban. Borsi Róbert képviselőurat köszöntöm. Szokott itt vásárolni? Én azt gondolom, hála Istennek, igen, örülök, hogy ebben a körzetben van a Vásárcsarnok. Minden szombat délután megtalálható vagyok itt, ami közben be is vásárolok, illetve ez egy kicsit hosszan sikerül, egy 2-3 órát eltöltök, hiszen végigbeszélgetem ezt az időszakot, beszélgetek az árusokkal, illetve az itt élőkkel gyakran tudok találkozni szombatonként. Nádorváros és Adiváros peremén vagyunk, és sokan nem is tudják igazán behatárolni, hogy ez most Adiváros vagy Nádorváros, most elmondjuk, hogy ez Nádorváros, de miből adódik ez a kis félreértés néha napján? Igen, nagyon sok embernek a gondolatában itt elsősorban a 17-es házak már megjelennek ezen a részen, úgy tekintenek erre a részre, mint Adiváros, de tulajdonképpen ez abból adódik, hiszen a innentől egészen délre minden Nádorváros része volt korábban, Nádorvárosból alakultak ki aztán a lakótelepek is, úgy Adiváros, mint Marcaváros. Ennek egyébként vannak ma is jellegzetesen látható jelei, ha csak a Marcavárosban található nádorvárosi temetőre gondolunk, az megőrizte nevében a városrészt. A Vásárcsarnokhoz picit térjünk vissza, mindig szó van arról, hogy fejleszteni kell, tenni kell érte, hogy fent maradjon, szép legyen, rendben legyen. A tisztaságról tényleg nem vitatkozhatunk, tényleg rendben van minden. De mégis milyen fejlesztések várhatók, esetleg itt pont a helyszínen, ahol vagyunk? Hát az elmúlt időszakra is jellemző volt az, hogy hál' Istennek a Vásárcsarnoknak a népszerűség az töretlen. Ebből adódóan egyébként vannak nehézségek is, ami elsősorban a parkolás tekintetében jelenik meg. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban ez az, amiben előre kell léptünk nagy mértékben. Azt azért tudjuk meg, hangzatos is volt, hogy az elmúlt 2-3 évben készült egy nagymértékű beruházási terv a Vásárcsarnok egész épületére vonatkozóan. Ez egyrészt szerintem elképzelésre, illetve különböző elképzelések ütköztetésére vár. Azt kell eldönteni majd szerintem a következő időszakban, hogy ezt a Vásárcsarnokot kell itt felfejleszteni, és a szűk hely miatt nem biztos, hogy ez a jó megoldás, vagy akár a város többi részén kell, vagy egyéb részén kell erre lehetőséget biztosítani még ezen kívül. No, ez a jövő. Térjünk picit vissza azért a múltba, közelmúltba. Milyen fejlesztések voltak az ön területén belül, maradjunk? Hát itt ezen a részen elsősorban az ilyen kisebb és komfortosságot szolgáló fejlesztőség, pihenő részek, illetve az árusok részére egyéb olyan beruházásokat hajtottunk, amivel az áru beszállítása
könnyebbé vált, illetve hát olyan olyan dolgoknak tettünk eleget, mint például a közvilágításnak a fejlesztése, illetve hát ugye próbáltunk különböző udvarkati fejlesztéseket is végrehajtani, de például egy nagyon nagy nehézség a Bartók Béla út, ahol házon ház épült, és gyakorlatilag annak idén ezek nagyon értékes területek voltak, szinte lehetetlen helyzet alakult ki, hogy 30 lakásra körülbelül 7-8 parkolhely jut. Ennek a közép- és hosszú távú megoldás azért még fejtörést okoz, de én azt gondolom, hogy itt elsősorban, ugye kis területről beszélünk, egyébként nem említettem az előbb a Matáv játszótérnek a felújítását, illetve a mellette kialakított kutyafuttatót, ugye ez egy olyan speciális területek, amikor kis területen belül kell látványosat alkotni, hiszen a körülötte lévő dolgok, a házak azok adottak, illetve külön örülök annak, hogy az elmúlt években is tudott folytatódni, és bízom benne, hogy tovább tud folytatódni maga a panelfelújítási program is, ami meghatározza nagyban az itt élőknek a mindennapjait. Képviselő úr szavaiból azt érzem, hogy a munka az zajlik, ehhez kívánok további sok sikert. Köszönöm hogy szépen. Itt volt. Üdvözlöm, képviselő úr! Motorozható az aszfalt, az új aszfalt? Igen, ez nagyon szép aszfalt, ez volt Győr leggöröngyösebb utcája, tele volt kátyukkal, évről évre mindig kifoltoztattuk, és gyakorlatilag ugyanonnan kezdhettük minden tavasszal, ahol befejeztük az előző tavasszal, felfagyott mindig a kátyú, és végül is úgy döntöttünk, hogy összegyűjtjük rá a pénzt, és megcsináltatjuk ezt utat. A nagyon fontos dolog az, hogy polgármester úr hozzájárult ahhoz is a saját keretéből, hogy ezeket a parkolókat meg tudtuk ilyen szépen csinálni. Tehát nem csak az utat és a járdát, hanem a parkolókat is ki tudtuk bővíteni. Városunk nézőinek azt is mondjuk el, hogy ugye mi a Honvéd utcában vagyunk. Hány parkoló létesült? Hát egy ilyen 30 autó tud megállni körülbelül összességében. És mondom, ez egy nagyon nagy forgalmú út volt, hát főleg most, hogy a Barosi ugye felújításra kerül, most pláne a vasúti átjáró egy új funkciót kapott, egy sokkal előterjesebb közlekedés van, de annak is nagyon örülünk, hogy a Barosi felújításra kerül, hiszen ez is a körzetemben van, és ami nagyon fontos, hogy ráadásul állami forrásból sikerült elintézni azt, hogy ugye mint egy állami útról van szó, ez a teljes rekonstrukció, ez ne is Győr város költségvetését terhelje, hanem az állami költségvetést. Nagyon fontos az, hogy a környéket is nagyjából szépen sikerült rendbe tenni. Szépen a Kávárja utcát teljes hosszában még egy jó 10 évvel ezelőtt felújítottuk. Nagyon fontos dolog, hogy amit annak idején megígértem, hogy itt a házak mögött volt a szemetes autóknak a telephelye, és ezt elvittük innen, tehát gyakorlatilag ma már ez a zajterhelés, az óriási nagy forgalomterhelés, amit a kukás autók okoztak itt a környéken, ez ma már nincsen itt. És tulajdonképpen azt mondom, hogy számos utca megújult itt a környéken, legutóbb a Dezsőfi út az, ami megújult, illetőleg a Kávárja út, Pápai úti találkozásánál a vasúti átjárónak az egésze megújult, úgyhogy számos olyan rész volt, ami a közlekedést tette könnyebbé, biztonságosabbá, illetőleg hát egy kiválóan szép tornatermet sikerült építenünk még annak idején a Kávárja utcai, ma már Nádorvárosi Közoktatási Központ nevű iskolának, úgyhogy fokozatosan, folyamatosan megy a fejlődés, a parkok felújítása, számos játszótér épült és került felújításra, a biztonságos játszóterek, amik folyamatosan fejlesztés alatt vannak, tehát mindig egy-egy játékkal hozzájárulunk ahhoz, hogy még bővüljön. A kisebb játszótereket is építünk a nagyobb házak, társas házak közötti parkokba, úgyhogy folyamatosan mindig próbáljuk a lakóknak egy kicsit élhetőbbé tenni ezt a városrészt. Mi az esetleg, amit orvosolni kell a jövőben, amire olyan nagyobb hangsúlyt kell esetleg fektetni? Hát elindítottuk például a Rabkert utcájának a rehabilitációját. Ugye a Rabkert az egy eléggé kényes kérdés, hiszen ez valójában nem egy lakóövezet, viszont mégis elég sokan laknak benne, és ott eléggé rossz állapotban voltak az utak.
ezt elkezdtük szépen, szisztematikusan útról útra kicsit rendbehozni, illetőleg az iskolák az örök segíteni való intézmények. Ugye most az, hogy állami kézbe kerültek az iskolák, ezért ez mégis egy közös terviselést tesz szükségessé, de mind a két nagy általános iskolának, a Gárdonyi iskolának és a Nádorási Közoktatási Központnak is vannak igényei, elképzelései. Most itt a Kávári utca iskolában például a tetőtér beépítésével kapcsolatban van tárgyalás a kormánnyal, illetőleg napi rendben tartjuk a Gárdonyi iskolának a tornaterem kérdését, hiszen ez nincs megoldva, ez a kérdés, és egyeztettem polgármester úrral, nyilván attól függ, hogy hogyan alakulnak a bevételi forrásai a jelenlegi adóváltozások kapcsán a városnak, de próbáljuk ezt a problémát is megoldani. És hát ne feledkezzünk meg azért arról se például, hogy itt volt a lemezárugyár, ami egy kicsit a válság miatt megült, de a magánerős beruházások, a magánerős fejlesztések is nagyon fontos dolog, hogy az ember olyan környezetet tudjon teremteni, hogy segítse, amit tud azoknak, akik magánerőből próbálják fejleszteni a környéket, és hát le a kalappal ugye Leier úr előtt, aki a Frigyes Latonyát úgy helyrehozta, hogy tulajdonképpen városunk egyik dísze lett. Ezt az előtte való befektetőktől, amit elvártunk, nem tudtuk elérni. Ő gyönyörű, amit művelt ezzel a területtel, és hát a régi lemezárugyár helyén is, amit úgy mondok, hogy barra mezős beruházás, most már kezdenek el kinőni a házak a földből, illetőleg az első társasház már látszik, a másik társasháznak az alapja már látszik, tehát ott is a Kert utca felől már kezd kiépülni a környék, úgy tűnik, hogy kezdünk a válságon kicsit túllépni. Képviselő úr, ha már a Leiert említette, mi megnézzük, hogy mi lett az egykori Frigyes laktanyából. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Viszontlátásra! A csodálatos Leier City Center udvarán találkozunk. Hát nem volt mindig ilyen szép, a Pázsit és Leanderek sem sorakoztak, és még sorolhatnám azokat a gazdagságokat, amiben most lett igazán felhalmozva ez az épületegyüttes. Mi volt régen, milyen funkciója volt a Frigyes laktanyának? Hát maga a Frigyes laktanya az 1897-ben építette fel a város kölcsönökből. Nagyon komoly kölcsönöket vettek fel. Ebben az időszakban rendkívül kis kamatra lehetett ilyen típusú kölcsönöket felvinni, és a fő célja az volt, hogy Komáromból hazatelepítse a saját házi ezredét, ami mindig Komáromban volt, és mindenkor a tónörökösnek a nevét viselte. Ezt ekkor meg tudták tenni, ez egy fellendülő időszak volt, és már az első évben hasznot hozott, hiszen a maga a kincstárnak viszont bérletbe kiadták, és hát a fontos volt, hogy ez a gyalog ezzel itt kapjon egyfajta állomását, hiszen ezen kívül a városnak volt még egy lovas laktanyája, volt a színház mellett egy úgynevezett nagy laktanya, és a Teleki utcában egy kis laktanya, tehát ez a laktanya rendszer létezett, és hát tudni kell, hogy az azt meg az időszakban tulajdonképpen a hadsereg elhelyezését nem tudták biztosítani, időnként mindig a lakosságra telepítették rá, tehát ez nagyon fontos volt, hogy ezt most meg sikerült megoldani. A város nagyon komoly építetőket bízott meg, köztük volt Alpár Ignác, és a neves Alpár Ignác, aki a Városháza egyik tervpályázatát is készítette, de aztán ezek a tárgyalások elakadtak, és végül is egy Rieger Ervin nevű osztrák császári műépítész készítette a laktanya terveit, és ez fontos tudni, hogy a Magyarország monarchia területén szinte hasonlóak voltak ezek az akkori épületek, és hát nyilván a hadsereg fontos szempontjainak volt ez. Először tehát úgymondom, hogy ezeket számították be, és maga a város még nem csak laktanyákat akart építeni, hanem például számba vette azt, hogy esetleg egy katonai középiskolát is kéne építeni, ez nem valósult meg, ezek aztán Pécsett és Nagyváradot lettek megépítve, itt nem, de maga a város lobbizott, tehát ezeket azért komoly pénzeket kellett azért leszurkolni, és nem csak azt vették, hogy itt katonák vannak, laktanyák vannak, hanem meg az élelmezése, tehát hogy a kincstár számára ilyen jellegű szolgáltatásokat biztosítanak a környékbeli kocsmák és egyéb elhelyezésű, mondjuk furcsaság, még a bordélyházakat is szembe vették, az, hogy ezek mind itt a környékre letelepülnek, és hát nem utolsó sorban a vasúti központ is katonai szempontból, ez is egy lényeges szempont, hogy itt van a vasút. Meg kell mondani, hogy maga a főherceg, Frigyes főherceg is még életébe adta áldását, hogy a nevét viselje, vagy amit mondtuk, hogy ez a 19-es gyalogezred, ennek például az volt a egyik, hogy mindig a névadó, az a uralkodónak, tehát a örököse.
és így aztán, ahogy ugye Ferenc Ferdinánd szegény meghalt, utána a IV. Károly lett, és furcsa módon, hogyha még élnek, hogy Otto, tehát se leszármazottja lennének. Tehát ez volt egyik ilyen sajátosság, hogy a ház ez mindenkor a trónörökösnek a nevét viseltem. Kicsit elhanyagolták az épület együttest, sok-sok éven keresztül ugye magányosan állt. Mi lehetett ennek az oka? Hát talán az, hogy a maga a tulajdon viszony sem volt tisztázva. Tudni kell, hogy ugye ez annak idején városi tulajdon volt, de a másik világháborút követően a Vörös Hadsereg szállta meg az épületet. Ők ezt 48-ig birtokolták, és a városnak akkor az volt a célja, hogy mentesítsék a honvédelmi szolgálat alól. Ők ide főiskolákat terveztek, például Kertészeti Akadémiát, vagy ilyen néven alapítottak főiskolát, hogy Keleti Kereskedelmi Főiskola, és civil szolgálatot gondoltak, de viszont 48-ban a politikai helyzet megváltozott, és akkor a magyar királyi laktanya lett belőle, úgyhogy államosították, és a államkincstár vette birtokba. És még egy furcsa, hogy aztán 1956-ban viszont érdekes módon a szabadságharcot követően ismételten a Vörös Hadsereg szállta meg ezt a fontos épületegyüttest, amikor is mindig az államkincstár volt a birtokos, de azt nem kell mondanom, hogy az államkincstár nem fért hozzá, tehát ilyen sűrű felújításokra nem számolhatunk. És a rendszerváltozás követően a Vörös Hadsereg kivonult, és nem volt világos, hogy miféle tervek lesznek itt. Volt, amikor úgy gondolták, hogy itt egy egyetem fog épülni, a tulajdon viszonyok aktái is nagyon hosszan elhúzódtak, hiszen a város ugyan visszakapta ezt a dolgot, de hát lehetett látni, hogy ez egy nagyon komoly beruházást igényel, tehát évekig ezért ez húzódott. Akkor gondoltak, hogy ingyenes parkoló lesz belőle, őrizték is, és egy rendkívül hosszú, tehát majdnem egy fél emberöltő volt, mire megszületett az a döntés, aminek itt már látjuk az eredményét. Igazgató úrral közben átsétáltunk a Schlichter villához, mert hogy a Leier City Centerben azt az információt kaptuk, hogy bizony megújul a villa, méghozzá a nyár végére. Mi volt az eredeti funkciója? Hát ez egy család, a Schlichter családnak volt a saját polgári kis épülete. Ők a kereskedelemből gazdagodtak meg, és hát tudni kell, hogy a 19. másik felében még a kereskedelmi tevékenység az még nagyon fontos befolyással bírt, és akik ilyen módon vagyonhoz jutottak, azok nem csak ilyen villákat építettek, hanem a ő esetében törvényhatósági bizottsági tag is volt, ami ma önkormányzati képviselőnek mondanánk, és hát gondolkodtak még a parlamenti választásra is való indulások, és ez egy nagyon szép ebben a környezetben is mindenképpen egy kiemelkedő villa, és így mindenképpen örömteli, hogy a Leierék ezt megmentik a Győrek részére. Igazgató úr, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Szívesen máskor is. Mi pedig, ha már egy neves győri családot említettünk, látogassunk el egy másik neves győri családhoz, a Bergmann cukrászdába. Édesebb és patinásabb helyszínt nem is választhattunk volna, mint a Bergmann cukrászda itt Nádorvárosban. Nagy szeretettel köszöntöm művész urat, Bede Fazekas Csabát. Gyakran üldögél itt az Ódon székek társaságában? Sajnos nem elég gyakran. Többször szeretnék, mert nagyon szeretem ezt a helyet. Gyerekkorom óta ismerem és járok ide. De hát az időm sajnos nem engedi, de amikor csak tehetem, és főleg itt vásároljuk a süteményeket. Az idei nyaram az egyébként Szegeden fogom tölteni, mert a szegedi szabadtéri játékok egyik produkciójában veszek részt. Ez már több éve így van, tavaly ugyan kimaradt, idén a Hári Jánosban fogok közreműködni, úgyhogy 2-3 hetes pesti próba után megyünk Szegedre, és hát az előzetes tervek szerint augusztus
elején, első napjaiban lesz 2-3 előadás, attól függ, hogy a közönség majd mennyire tisztel meg bennünket az érdeklődésével, de a tím mindent elkövetett, hogy az érdeklődés nagy legyen, hiszen Napóleon szerepére olyan színészt választottak, illetve hoznak Szegedre. Departieu, gondolom a neve nem ismeretlen. Nem bizony. És ő fogja játszani Napóleon szerepét, tehát nagyon sok dialógus francia nyelven fog elhangzani, de hát le lesz, majd ezt fordítják lesz. Akkor ez önnek is nagy élmény lesz. Igen, bár én nem vagyok ilyen értelemben sznob, ez különösebben nem érdekel, de mindesetre érdekes lesz egy ilyen emberrel találkozni. Ha sznob nem is, de lokálpatrióta biztosan, évtizedek óta nádorvárosi. Igen. Milyen érzés itt ébredni, itt élni a hétköznapokat? Hát, hogy mondjam, hogy nagyon egyszerűen és tömören fogalmazzak. Én általában ragaszkodom a környezetemhez. Egy olyan otthon élő ember vagyok, ezért is nem szeretek nagyon utazni, és nem is utazom, csak amikor kell. 45, most már több mint 45 éve élek Győrben, és én nagyon megszerettem ezt a várost. Persze okom is volt rá, engem sok szál köt ide. Még amikor nem voltam győri, már akkor is volt kapcsolatom a várossal, ugyanis édesanyám, nagyanyám itt él Győrben. És hát ugye azt is el kell mondanom, hogy ugye a szüleim elváltak, és édesanyám a válás után itt élt tovább Győrben, hiszen itt élt azelőtt is, de nem itt született. Ők, az én nagyszüleim anyai ágon Szlovákiából, Nyitráról költöztek ide Győrbe, és az én nagyapám a Győri Nemzeti Banknál dolgozott, mint tanácsos, és azt a lakást, amiben én most lakom, és minden reggel fölébredek kellemesen, az a lakást a banktól, mint szolgálati lakást kapta az én nagyapám. És a rendszerváltás után ezt a lakást a város eladta, illetve az Inszol, és én megvettem. És én most abban a lakásban lakom, ahol az én nagyapám a győri életét kezdte annak idején, a múlt század elején. Igen, hát Nádorváros egyébként érdekes sétánk során láttunk kevésbé csendes övezetet is, és nagyon-nagyon csendes, barátságos, nyugodt családi övezetet is. Ön hol szokott leginkább sétálni? Mi az a hely, ahol szívesen időz, vagy rendezi gondolatait? Bárhol, legyen az a Rába part, vagy a Duna part, vagy csak közvetlenül a Duganis utca közelében, ahol én lakom, a Bem tér. Hát a Bem tér az különösen nekem nagy, hogy mondjam, tele van emlékekkel, hiszen a gyerekeim szinte ott nőttek föl, bár az első kettő az ugye Pesten él, csak akkor, amikor itt voltak velem, de a másik kettő azok itt születtek Győrben, és hát sokat jártunk a Bem térre, majdnem, hogy ott nőttek föl. De ezen kívül mondom, más kapcsolataim is vannak, például a Frigyes laktanya. Hát ezt ugyan már egy újságnak elmondtam, de azért elmondom most is, hogy édesapám, mint fiatal katonatiszt, Ludovikát végzett katonatiszt, valamilyen okból már nem tudom pontosan miért Győrben volt, és itt egy báli tiszti bálon, egy Frigyes laktanyában ismerkedett meg édesanyámmal, és hát vett el feleségül. Tehát az én életem, hogy úgy mondjam, a gondolatban is érzelmekben, de itt kezdődött. Itt a Győrben ezért is különösen örültem, amikor ez a nagyon leépült és rossz állapotban lévő laktanya, hát a lejjerék jó voltából ilyen szépen rendbe hozták, és hát tényleg gyönyörű lett. Hát én szinte egyik legszebb pontja a Nádorvárosnak. Most hát nem tudom, hogy az udvar belülről, aki látta, és hát most még ugyan nincs is teljesen kész, még úgy látom az utolsó épület most. De egyébként is a Lejjeréknek, a Mártól Lászlóéknak nagyon
sok hálával tartozunk, azt mondom, nem csak én, a város, mert hát ugye most a Schlichter villát is már csinálják, már úgy láttam, hogy a nyugati oldal szinte készen van, még az állványok ott vannak, de már nem takarják a falat. Szóval, na, olyan jó, én nagyon szeretem, amikor a Hárosvad készül, épül valami, hát nap mint nap szinte elmegyek a Dunakapu térre, megnézem, hogy hol tart az építkezés. Érdekes módon, nem tudom, hogy máshogy van vele, de én majdnem úgy érzem, úgy nézem ezt a város, mint a saját lakásom lenne. Ahogy a lakásban is változik, szépül valami, egy új tapéta, festés vagy egy új bútor, ugyanúgy a városban is, ha megépül, felépül valami, egy új épület, egy sportcsarnok vagy egy körforgalom, bármi. De az, annak úgy tudok örülni, most már alig várom, hogy milyen lesz, majd remélem nagyon szép lesz a Baross híd, aztán épül a sportcsarnok, szóval olyan jó látni, hogy fejlődik, épül ez a város. Amikor idejöttem, még a Duganics utca, az én gyerekkoromban még egy kavicsos, sóderos utca volt, azt hiszem még csatornázása volt. Szóval én látom a fejlődést, a változást, és ez olyan jó. Úgy drukkolok mindig, hogy minél szebb legyen. Néha kicsit bosszankodom a szemetelés miatt, meg hát, hogy azért az a bizonyos szelektív hulladékgyűjtés még nem megy olyan kultúráltan, mint ahogy kellene. Szóval ezeken úgy bosszankodom, de azért látom a változást, látom a fejlődést is, ez nagyon boldoggá tesz. Remélem, még sokáig élvezhetem ezt a várost. Művész úrnak nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Mi most kávézunk, beszélgetünk még egy kicsit, a nézőknek pedig megköszönöm a figyelmet. Városunk című Lokálpatrióta magazinunkat látták. Viszontlátásra!